Dezső. Euró. Euró. Hozzád. Feléd, te feléd száll szózatom a század vakzú zavarában. És még mások az évek kongatva temetnek, harsány ditirambal én te rád víg jó reggelt köszöntök. Ó ősi világrész! Te régi, te rücskös, te szent, te magasztos, lelkek nevelője, illatokat és ízt szűrő, csodatévő, nagyhomlokú, könyves, vén Európa. A mostoha is vagy, viaskodom érted. És verlek a számmal és csókkal igézlek és szókkal igázlak, hogy végre szeress meg! Kitéphet el innen? Kitéphet el engem a te kebeledről? Nem voltam-e mindig hű, tiszta fiattán? Kölyökkorom óta nem ültem-e éjjel lámpám sugaránál tanulva a leckéd, vigyázva, csodálva száznyelvű beszédet, hogy minden igéje szívembe lopódzott. Már értik azóta az én gyügyögésem. Bármerre vetődjem, sok száz rokonom van. Bármerre szakadjak, testvérem ezer. Nem láttam-e Kölnben a német anyukát esőbe csoszom. Párizsban a tündér francia leányok könnyű szökelését. Londonban a lordok hajának ezüstjét. Nem ettem-e itt a munkás negyedekben, családi szobákban lármás olaszokkal? Nem fájt-e belőlig a szlávok, a sápadt szlávok unalma, a bánat aranyszín fáradt ragyogása? Mind édes enyémek a népeke földön. Kitágul a szívem, beleférnek együtt. Fogadjatok engem tíz szívetekbe. Távoli népek kürtösei költők. Pereljetek értünk otthon a mi vélünk perlőkkel anyánkért. S mi ti értetek majd itthon perelünk, hogy élhessen anyátok. Kiáltsatok együtt Európa bátor szellemei költők, hogy gyáva vadállat bújik el a vackán, s vaksi vakondok fúr alagutat. Daloljatok együtt fények, fejedelmek, szellemfejedelmek, hogy lélek a várunk, légvár a mi várunk. Ezt rakjuk az égi kemény szeretetből és régi szavakból. Kezdjetek előről építeni, ti költők. Légvárak katonái. Tisztelt vendégeink, Pécsváros ünnepén köszöntöm Szili Katalint, a parlament elnökasszonyát, Bagi István és Ádám Antal alkotmánybírókat, Mayer Mihály megyés püspök urat, a rektor urat és az egyetem megjelent képviselőit, intézményeink képviselőit, valamennyi megjelent vállalatvezetőt, továbbá az önkormányzati képviselőket, a kisebbségi önkormányzatok képviselőit, a díszpolgárokat, a konzulokat és testvérvárosunk, a testvérvárosok képviselőit. Ezennel ünnepi közgyűlésünket megkezdjük. Megkérem polgármester urat, tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt elnökasszony, tisztelt közjogi méltóságok, tisztelt püspök úr, tisztelt ünnepi közgyűlés, kedves meghívott testvérvárosi barátaink! Tegnap este testvérvárosi küldöttségeinkkel találkoztunk. Két feltűnő dolog volt, a delegációk összetétele alapvetően megváltozott. Megváltozott, választások voltak nem csak az Egyesült Európában, de az Egyesült Európán kívül is. Új, fiatal, dinamikus arcok, elszánt emberek ültek velünk az asztalnál, arra készülve, hogy ők is nem sokára
ugyanúgy az Egyesült Európa tagjai és polgári legyenek, mint mi lettünk nem olyan régen. Arcukon az elszántság, és egy pillanatig korábbi önmagunkra véltem ismerni. Önmagunkra, akiknek volt egy egész országnak egy küldetéstudata, hogy visszamegyünk onnan, oda, ahonnan igazából soha nem jöttünk el. Ugyanígy vannak ők is vele. Az a tudat és félsz, hogy belépünk egy Egyesült Európába, elvesztjük nemzeti tudatunkat, kételyek a nemzet önállósága miatt, félszek a gazdaság miatt, a jövő miatt, vajon hogy álljuk meg Európa gazdaságában helyünket. Őket most ugyanezt foglalkoztatja, kedves barátaim. Azt hiszem, hogy jó lesz együtt Európában. Azt hiszem, hogy bebizonyosodott rövid időn belül, hogy nem a kétkedőknek van igaza. Az árak nem szaladtak el, csökkentek. Az infláció, bár ezt a mindenkori pénzügyminiszter rossz néven veszi, de hát az infláció bizony-bizony soha nem látott alacsonyan mozog. És a jövő év várakozások a nemzetgazdaság szempontjából abszolút pozitívak. Megy a gazdaság, ha nem is dübölög, a magyar emberek dolgoznak, vendégmunkásként már nem vendégmunkásként hívják őket Európába, hanem európai polgárokként. Szabad eszmék, szabad emberek, szabad áramlása. Erre vágytunk, ez a közös jövőnk az elkövetkezendő néhány évszázadban. Ebben a környezetben élünk mi, pécsiek. Ebben a környezetben alakítgatjuk mindennapi életünket, tesszük dolgunkat, mindazok, akik otthon a családnak dolgoznak, családfenntartóként máshol. Lassan-lassan mindenki megtalálja helyét a gazdaságban, a tudományban, az önkormányzatban, az oktatásban, egészségben, kinek hova vitt az élete, képzettsége és a sorsa. Stabilizálódunk. Stabil a város, gondjai ellenére is. És néha már optimista kijelentéseket és mosolyokat is látunk. Ez jó érzés. Jó pécsinek lenni a világörökség városában, jó pécsinek lenni a békevárosában, amely ma már nem csak cím, hanem a mindennapok valósága. Ebben a közösségben kell építeni közös jövőnket, holnap, holnap után, generációkon keresztül. Ezt alapozzuk meg mi, minden nap, a városért felelős vezetők és testületek. Tisztelt barátaim, tisztelt pécsiek! Nincs nagyobb érzés annál, hogyha az ember hozzáad valamit a közösséghez. Akár a kis hétköznapokban, akár nagy beruházásokban. Ez a város, ha lassan is, de növekedési pályára lépett. Nem csak a gazdasága, amely sok minden kataklizmát megért az elmúlt 15 évben. Ez a gazdaság ma már foglalkoztatás tekintetében, hát inkább már fék a munkanélküliség hiánya, hiszen az 5% körüli munkanélküliség bizony-bizony már kevés új beruházót csábít arra, hogy olcsó és jó munkáját teremtsen itt. De hát ne is ez legyen. Legyen több és minőségi. Ebben a városban az oktatás és a tudomány ma már húzó ágazat. 28 ezer gyermek tanul óvodáinktól középiskoláinkig. 35 ezer egyetemista vezetését látja el a szenátus a Pécsi Tudományi Egyetem berkeiben. Ez a város az oktatás és a tudás városa. És ez a város ma már felismerte azt is, hogy ilyen társadalmi, közgazdasági háttérrel más jövőképet alakít ki. A kultúra
húzóágazattá válik. Az a kultúra, amelyről máig nem döntött el senki, hogy milyen áru. Csak annyit gondolunk róla, hogy áru. De ebben az áruban benne van az teljes ember, az emberek személyisége, a bennünk elrejtett művészi hajlam, a közösségben lévő szórakozásvágy, és a tanítás és a tudásgyarapítás vágya. Ebben a kultúrában, amelyet megalapozott 1000 év keresztény történelme a városban, amelyet megalapoztak a régi rómaiak, az ókeresztények, ebben a városban a kultúra nem lehet más, mint a város közösségének éltető eleme. Többeknek anyagi értelemben is, mindenkinek szellemi értelemben. És erre a kultúrára alapoztuk azt, hogy megpályáztuk az Európai Kulturális Főváros címet. Bátran, magabiztosan. Hittük és hisszük, hogy egy városnál jobb alany erre a címre nem lehet. Persze vannak versenytársaink. Vannak olyanok, akik magas minőségi munkával érték el azt, hogy az első 3 kiválasztott város közé kerüljenek. Eger, Miskolc, Pécs. Ez volt a sorrend. Vannak, akik nagyságokat próbálják ezzel erősíteni. És mi azt mondjuk, nemes versenyben le lehet maradni. De ne a politika, hanem az ész, a racionalitás és a teljesítmény döntsön. Ezen az alapon jogos elvárásunk az Európai Kulturális, Kulturális Főváros címe elnyerése. Tisztelt Közgyűlés! Persze a mindennapoknak vannak jó és rossz oldala is. Jó oldal, hogy stabil a város költségvetése. Jó oldal az, hogy minden szempontból hitelképesek vagyunk. Ez a közgyűlés független attól, hogy kik ülnek benne, személyiségéknél, mármint hogy politikailag kik ülnek benne, a tagjainak összetétele, személyisége, kreativitása, pártoktól függetlenül a város kreatív ereje. Ez a közgyűlés, amely nehéz vitákkal termeli ki a döntéseit, de mindig előre gondolkodik, előre mutat, és bölcs döntéseket hoz. Politikai ellenfelek sokszor már barátok. De a barátság nem moshatja azt el, hogy visszaéljünk azzal. Tiszteljük egymás személyét, tiszteljük városunkat azzal, hogy itt a politikai kultúra és a politikai vitakultúra messze-messze jobb az országos megítélésnél, és messze-messze jobb bármelyik sajtó által megfogalmazott, negligáló véleményeknél. Ez a város politikájában is kultúrváros, az időközi viták ellenére is. Tisztelt barátaim! A pécsi közgyűlés döntései az elmúlt egy évben egyben szolgálták a múlt felépítését, újraépítését, újragondolását. Kulturális főváros szolgálják a jelen, oktatását, egészségügyét, és szolgálják a jövőt. A jelenről nem sokat kell mondani, naponta látjuk. Épülnek új utcák, szépülnek az iskolák, és soha nem látott források állnak rendelkezésünkre arra, hogy az oktatásunk feltételét javítsuk. Nagy iskolákat újítottunk fel, és újítunk fel a közeljövőben is. Legújabb hír, Meszesi Várostésznek a Csokonai is megkapja az 1,2 milliárd forint címzett támogatást, amely soha nem látott felújítást eredményez egy olyan iskolában, amely tartalmában a legjobbak közül való, formájában pedig még hát néha szégyenkezhetünk miatta. Van jövőképünk az egészségügyben is. Az az integráció, amit megindítottunk az egyetemmel, hol döcögbe, hol erősen, de halad, remélem rektorékkal, hamar eljutunk arra a szintre, hogy közös erőfeszítésenként hatalmas beruházások indulhassanak, és nem vész kárba az a 12 milliárd forint, amelyet eddig is a kormány rendelkezésre bocsátott. Persze, ez nagyon kevés. Többet kell tennünk a több forint megalapozásához. Én azt hiszem, hogyha belegondolunk a város ellátórendszerébe, stabil cégeink, az országos átlag, vagy az alatti áron szolgálják a lakosságot,
a vízellátásban, a távfűtésben, a személyszállításban. Persze, ezek az ellátórendszerek akkor jók, hogy akik használják, azok úgyis használják azokat. Ez a város közéletében tiszta, köztisztaságában jó, de meg kell tanulnunk lehajolni a szemétért. Meg kell tanulnunk azt, hogy nem csak csettelünk arról, hogy szemetes a város, hanem fölgyük a söprűt és lapátot, és a magunk portáján söprünk. Az önkormányzat is, és a házlakók is. Ehhez kérem a segítségüket. Ez a kettős tisztaság jelentheti az egyik jövőképünket. Kérdezték a sajtóban, hogy mit ennek a napnak a legfontosabb üzenete. Talán minden évben más. Ha most kérdeznek, akkor meg kell fogalmaznom, ez a város nem önmagáért való. Ez az önkormányzat nem önmaga tüldetését teljesíti. Ez a város a tudomány, a közigazgatás, a gazdaság szerves egysége, melyben jó lehetőségei vannak. De ez a város felel a környezetéért is. Felel azért a kistérségért, amely hosszú éveken keresztül talán elhanyagolt volt. Felel azért a kistérségért, azért a 39 településért, amelynek polgárai igénybe veszik a város szolgáltatásait, de a pécsiek is legtöbb helyen igénybe veszik az ottani infrastruktúrát. Felelünk a megyéért, melynek a legerősebb pontja vagyunk. Felelünk a régiónkért, itt már megosztott a felelősség, Kaposvár, Szekszár, Somogy és Tolna megyék, ahol olyan hatalmas idegenforgalmi gazdagsággal rendelkezünk, mint kevesek, olyan hatalmas gazdasági potenciállal rendelkezünk, mint kevesek, a kiaknázásban van még gond. Erre várjuk az Unió 2007-2013-as költségvetését, amelyre, hogyha együtt és nem egyenként felkészülünk, akkor évi 50 milliárd forrás is lehet elérni. Ha nem készülünk föl, nem jut semmi a közös tortából. Hát erre hívom a város szellemi nagyjait partnerként. A másik ilyen gondolat talán az lehet, hogy ez a város Magyarország legszebb városaként van nyilvántartva. De van-e erőnk ahhoz, hogy ez a város ne csak a közigazgatást, hanem a különböző feladatokat is jól motorizálja? Tudunk-e tenni azért valamit, hogy jobb, minőségűbb legyen az idegenforgalom Harkányban, Siklóson, Sikondán, Magyarhertelen, Szigetváron? Tudunk-e jobbat tenni azért, hogy többet tenni, hogy a megye múzeumai látogatottabbak legyenek? Tudunk-e többet tenni azért, hogy ezt a várost ne csak híres városként ismerjék, ne csak szép városként, hanem gazdag városként is a jövőben? Tudunk. Ez a közös feladatunk. Erre hívom szeptember 1-én közös tevékenységre a város minden polgárát, kedves barátainkat, Európán belül és kívül, és ennek jegyében köszönöm meg a MUL gazdaságának, fényes gazdaságának, a bányászoknak, a bányásznapon tevékenységüket. Ennek jegyében köszöntöm azokat a kitüntetettjeinket, akik többet tettek, mint más, de mások előtt példaként lebeghetnek. Köszönöm a munkájukat, köszönöm a díszpolgárunk egyetemépítő tevékenységét, gazdag a hagyaték, sokat lehet ráépíteni. Mi is épüljünk, szépüljünk, legyen mindenkinek jobb a holnap, gyermekeinknek, unokáinknak pedig szebb a jövő. Ennek jegyében köszöntöm Pécsváros polgárait, köszönöm figyelmüket, köszönöm azt, hogy meghallgattak.
Hölgyeim és uraim, tisztelt ünnepi közgyűlés! A vendéglátó Pécsi Nemzeti Színház nevében szeretettel köszöntöm az ünnepi közgyűlésen megjelenteket, Pécsváros vezetőit, a képviselőtestület tagjait, a kitüntetetteket, valamennyi megjelent kedves vendéget. Az ünnepi közgyűlés elején elhangzott himnuszt a Pannon Volán Bartók Béla férfi karának előadásában hallhatták. Ezt követően Kosztolányi Dezső Európa című versét Domonyai András, a Pécsi Nemzeti Színház színművésze adta elő. Majd Bartók Béla Koncertó című zeneművére az Eck Imre által készített koreográfiát Góbi Rita és Vince Balázs a Pécsi Balett magántáncosai előadásában láthatták. Ezután a Symphonic Brass Quintet játszotta Pavel Stanek a Város című művének első tételét, valamint Búcsú a várostól címmel a záró tételt. Végül ugyancsak előadásukban Frank Sinatra feldolgozásában a Repülj velem a holdra című számot hallhatták. A kvintett tagjai Mátyás Tibor trombita, Solymosi Péter trombita, Szilágyi Lajos kürt, Vida Lóránd harsona és Vida Róbert tuba. Tisztelt ünnepi közgyűlés, most felkérem Toller László polgármester urat a kitüntetések átadására. Elsőként a pécsi civil szervezetek közössége Szabó Gyula úrnak a civil és az állami szektor közötti együttműködés elősegítéséért, Baranya megyében és a Dél-Dunántúli régióban végzett munkája elismeréseként az Empátia díj kitüntetést adományozta. Helyette akadályoztatása miatt a díjat Lőrinc Tamás úr veszi át. Pécs megyei jogú város önkormányzata támogatási közalapítványa dr. Daci Éva asszonynak, az Esélyegyenlőség Városa program kidolgozójának, a fogyatékkal élők, a hátrányos helyzetű családban nevelkedő gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése érdekében végzett áldozatkész munkájáért az év szociális segítője kitüntető címet adományozta. Pécs megyei jogú város önkormányzata támogatási közalapítványa dr. Szalai János úrnak, az alapítvány alapító tagjának a rászorultak elesettek segítése terén kifejtett 15 éves munkássága elismeréseként az év szociális segítője kitüntető címet adományozta. A Pécsi Sport támogatási közalapítvány kuratóriuma Varga Ferenc úrnak, kosárlabda edzőnek, a pécsi kosárlabda utánpótlás nevelés kiemelkedő alakjának, a Sport támogatási közalapítvány kuratóriuma emlékplakett és oklevél kitüntetést adományozta. A Pécsi Sporttámogatási Közalapítvány kuratóriuma Herbai János úrnak, a Pécsi Lövészegylet vezetőjének, edzőnek, olimpikonok nevelőjének,
A Sporttámogatási Közalapítvány kuratóriuma emlékplakett és oklevél kitüntető címet adományozta. A Pécsi Sporttámogatási Közalapítvány kuratóriuma Bödő Csilla asszonynak, kickbox sportolónak, négyszeres világbajnoknak, Európa bajnoknak, 13-szoros magyar bajnoknak, a Sporttámogatási Közalapítvány kuratóriuma emlékplakett és oklevél kitüntetést adományozta. Pécs megyei jogú város közgyűlése Atanazov Tódor úrnak a pécsi bolgároktatás megszervezéséért, a bolgár nyelv, kultúra és népszokások ápolásáért a Pécsváros kisebbségi díja kitüntetést adományozta. Atanazov Tódor 77 éves, 1958 óta él Pécset. Ő a városunkban az utolsó igazi bolgárkertész, aki még a régi tradicionális módon űzi ősei szakmáját. Aktív tagja a Pécsi Bolgár Egyesületnek. Atanazov Tódor tevékeny szerepet vállalt a Pécsi Bolgár Általános Iskola és a Városi Bolgár Önkormányzat megalapításában. Pécs megyei jogú város közgyűlése Gutrai Vilmosné asszonynak, a Patacsi Művelődési Ház díszítő művészeti szakkörének vezetéséért, a hagyományőrző munkáért, a közösségi tevékenység 2,5 évtizeden keresztül történő áldozatos megszervezéséért a Pécsváros Humanitárius díja kitüntető címet adományozta. Gutrai Vilmosné 1979 óta vezetője a díszítő művészeti szakkörnek, amely előbb a Dr. Sándor Művelődési Házban, később pedig a Patacsi Művelődési Házban működött, illetve működik. A több ügyeskező asszony tömörítő szervezet legfontosabb célja, hogy átmentse a jövőnek a régi népviselet egy-egy szép darabját. Pécs megyei jogú város közgyűlése dr. Kukai Tibor úrnak, a Pécsi Tudományegyetem Pollák Mihály Műszaki Főiskolai Kar tudományos főigazgató helyettesének a pécsi egyetemi oktatás fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként a Pécsváros Tudományos Díja kitüntető címet adományozta. Dr. Kukai Tibor építőmérnökként csaknem 30 éve dolgozott az építőiparban, 1994 óta viszont az építészképzésben tevékenykedik. Részt vett a pécsi építőmesteri képzés beindításában és több nagy városfejlesztési program tervezésében, illetve műszaki ellenőrzésében. Pécs megyei jogú város közgyűlése Balassa Zsoltné asszonynak a több mint 3 évtizedes közigazgatásban végzett kiváló szakmai munkájának elismeréseként a Pécsváros Közszolgálati Díja kitüntető címet adományozta. Balassa Zsoltné jelenleg igazgatásszervezőként a Városi Önkormányzat jogi és önkormányzati főosztályán dolgozik. Több bizottság és részönkormányzat munkáját segíti. Komoly szakmai tudása, szorgalma és kifogástalan munkavégzése bátran állítható példaként a pályakezdő fiatalok elé. Pécs megyei jogú város közgyűlése Herceg Ferencné asszonynak, a Xavér utcai Egyesített Szociális Intézmény igazgatójának sokrétű, a szociális gondozottak ellátásáért végzett kiemelkedő munkája elismeréseként a Pécsváros Szociális Díja kitüntető címet adományozta.
Herceg Ferenc még 2002 nyarán vette át a Xaver utcai Egyesített Szociális Intézmény vezetését. Igazgatói munkája során az intézmény a város egyik legnagyobb szociális intézményévé nőtte ki magát. Herceg Ferencné munkáját a humános gondolkodás és a gondozottakért érzett felelősség hatja át. Tevékenységével 2001-ben a szociális és családügyi miniszter dicséretét is kiérdemelte. Pécs megyei jogú város közgyűlése dr. Papp Tivadar úrnak, okleveles erdőmérnöknek, a mecseki erdőgazdaságnál végzett közel 4 évtizedes, kiemelkedő színvonalú munkájának elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából a Pécsváros műszaki díja kitüntető címet adományozta. Dr. Papp Tivadar 61 éves erdőmérnök. Nevéhez több kedvelt Pécs környéki kirándulóhely, például az Égervölgy, a Mandulás, illetve a Kisrét kialakítása, felújítása fűződik. A kitüntetett emellett egy világszabadalom birtokosa, az erőmű pernyehálóinak biológiai rekultivációja fűződik a nevéhez. Pécs megyei jogú város közgyűlése Vicai Alajos úrnak több mint 4 évtizedes súlyemelő edzői tevékenysége és kiemelkedő edzői eredményeinek elismeréseként a Pécsváros testnevelési és sportdíja kitüntető címet adományozta. Vicai Alajos 62 éves súlyemelő edző. 1964 óta dolgozik a sport és a súlyemelés területén. Jelenleg a Pécsi Súlyemelő Egyesület elnöke, edzője és mindenese. Tevékenységének köszönhetően vált a sportág egyik hazai bázisává Pécs, amely Vicai Alajos edzői munkája nyomán több világbajnokkal és olimpikonnal is büszkélkedhet. Pécs megyei jogú város közgyűlése Tillai Aurél úrnak, a több mint 5 évtizedes zeneoktatói, karvezetői, karnagyi és zeneszerzői tevékenységének elismeréseként a Pécsváros művészeti díja kitüntető címet adományozta. Tillai Aurél 75 esztendős professzor emeritus karnagy. Több mint 5 évtizedig vezette a Pécsi Egyetemi Kórust és a Pécsi Kamara Kórust. Együtteseivel összesen 62 rangos nemzetközi díjat nyert el. A Liszt Ferenc díjas karnagy több neves karvezető tanáraként járult hozzá a város művészeti életének fejlődéséhez. Pécs megyei jogú város közgyűlése Tratnyek Magdolna asszonynak, a Pázmány Péter utcai általános iskola és óvoda igazgatójának, kiemelkedő pedagógusi és vezetői munkájának elismeréseként a Pécsváros Oktatási Díja kitüntető címet adományozta. Tratnyek Magdolna magyar történelem szakos tanár, jelenleg a Pázmány Péter utcai általános iskola és óvoda igazgatója. Vezetői munkáját alapos elméleti felkészültségnek és pozitív Pécs emberi tulajdonságainak köszönhetően mind a tanári karmindat, amit már Brückler Andrea asszonynak, a Pécsi Kulturális Központ igazgatójának 2,5 évtizedes kiemelkedő népművelői és vezetői munkájának elismeréseként a Pécsváros közművelődési díja kitüntető címet adományozta. Lakmerné Brückler Andrea népművelő, jelenleg a Pécsi Kulturális Központ igazgatója, kezdeményezője és megvalósítója a Határon túli Magyarok Fesztiváljának, a Baranyai Gyermekfesztiválnak és az Európai Bordal Fesztiválnak. Nevéhez fűződik a városi nagy rendezvények megszervezése, itt például a Pécsi Tavaszi Fesztivál, a Művészet és Gasztronómia Hetek vagy a Folkloriáda lebonyolítása.
Hey, hey, hey!
Tisztelt ünnepi közgyűlés, most megkérem polgármester urat a városi kitüntetések átadására. Pécs megyei jogú város közgyűlése dr. Pap József úrnak a város arculatának formálása terén több évtizeden keresztül végzett munkájáért, kiemelkedő városrendezői tevékenységéért a Városháza emlékére kitüntető címet adományozta. Dr. Pap József 71-es szemlés tervezőmérnök, több mint 35 éve vesz részt a város rendezési terveinek készítésében, nevéhez köthető az új egységes szerkezetű településrendezési terv előkészítése. Jelenleg is tevékenyen vesz részt a pécsi építési szabályzat folyamatos finomításában. Pécs megyei jogú város közgyűlése Nagy Sándorné asszonynak a magyar-finn és a magyar-spanyol kapcsolatok terén végzett több évtizedes önzetlen munkájáért a Városháza emlékérem kitüntető címet adományozta. Aktív szerepet vállal több civil szervezet, így a Magyar Filmbaráti Társaság, a Pécsi Magyar-Spanyol Társaság és a Népírók Társasága megalapításában és működtetésében. Pécs megyei jogú város közgyűlése dr. Molnár István úrnak a közigazgatásban eltöltött több évtizedes lelkiismeretes, eredményes munkájának, érdemeinek méltó elismeréséül a Városháza emlékérem kitüntető címet adományozta. Dr. Molnár István 68 éves jogász, 1966 óta dolgozik a közigazgatásban, az önkormányzat városfejlesztési főosztályának életében vesz részt. Pécs megyei jogú város közgyűlése Gyurok Ernőné dr. Bódi Csilla asszonynak, a Dél-Durántúli Regionális Forrásközpont KHT ügyvezető igazgatójának, sokrétű szociális igazgatási és vezetői feladatainak magas színvonalú ellátásáért a Városháza emlékérem kitüntető címet adományozta. Gyurok Ernőné dr. Bódi Csilla, a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont KHT ügyvezető igazgatója. Tevékenységével a régió foglalkoztatási helyzetén igyekszik javítani. Célja olyan szociális programok kidolgozása és megvalósítása, amely a munkanélküliek elhelyezkedési esélyeit növeli. Pécs megyei jogú város közgyűlése Nagy Sándor úrnak, az ifjúsági központ igazgatójának 3 évtizedes kiemelkedő közművelődési, intézményvezetői és kulturális menedzseri munkájának elismeréseként a Pro Communitate emlékérem kitüntető címet adományozta. Nagy Sándor 64 esztendős kulturális menedzser, csaknem 30 esztendeje vezeti a Pécsi Ifjúsági Házat. Intézményvezetőként több sikeres kezdeményezés fűződik a nevéhez, egyik alapítója például a Pécsi Napoknak, de részt vett számos klub, szakkör és művészeti csoport létrehozásában és szervezésében is. Pécs megyei jogú város közgyűlése Pap Béla úrnak, a Mecsek ÖKRT vezérigazgatójának, Pécs megyei jogú város korábbi alpolgármesterének több jelentős önkormányzati beruházás megvalósulásában a pécsi önkormányzati közüzemi gazdálkodó szervezetek stabilitásának megteremtésében végzett munkájának elismeréseként a Pro Communitate emlékérem kitüntető címet adományozta.
Pap Béla 53 esztendős mérnök, a város korábbi alpolgármestere irányítása alatt több jelentős pécsi beruházás valósult meg. A Pécsi Ipari Park kialakításában, a Pécs-Pogányi repülőtér fejlesztésében, valamint az ISPA program előkészítésében vállalt főszerepet. Pécs megyei jogú város közgyűlése dr. Diófási Lajos úrnak a borszőlőtermesztés és borkészítés tudományos alapjainak feltárása, technológiájának továbbfejlesztése érdekében végzett közel 5 évtizedes kiemelkedő munkájának elismeréseként a Pro Communitate emlékérem kitüntető címet adományozta. Dr. Diófási Lajos 76 esztendős agrármérnök, nyugalmazott igazgatója a Pécsi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetnek. Irányítása alatt hozták létre a Szent Miklósi kísérleti szőlőültetvényt, amely otthont ad az 1120 tételben álló Pécsi Szőlőgémbanknak is. Pécs megyei jogú város közgyűlése dr. Bezerédi Győző úrnak helytörténeti életművének elismeréseként posztumusz a Pro Civitate emlékérem kitüntető címet adományozza. A kitüntetést felesége dr. Bezerédi Győzőné veszi át. Dr. Bezerédi Győző tavaly elhunyt helytörténész. Ő szervezte meg a Baranyai krónikaírást és az állandó várostörténeti kiállítást. Kimeríthetetlen helytörténeti ismereteit számos publikációban osztotta meg az érdeklődő városlakókkal. Pécs megyei jogú város közgyűlése dr. Újvári Jenő úrnak a kultúra és népművelés terén végzett kiemelkedő munkája, vezetői tevékenysége a Pécsi Ókeresztény Temető Együttes világörökségi címének elfogadtatása terén szerzett elévülhetetlen érdemei, eddigi életműve elismeréséül a Pro Civitate emlékérem kitüntető címet adományozta. Dr. Újvári Jenő 66 esztendős, korábbi alpolgármesterként részt vett Pécsnek az UNESCO világörökségi listájára történő feltételének elfogadtatásában. Pécs megyei jogú város közgyűlése dr. Bödő László úrnak Pécsváros sportéletének szervezésében és irányításában, valamint sporttörténetének feldolgozásában végzett több évtizedes kiemelkedő munkájának elismeréseként a Pro Civitate emlékérem kitüntető címet adományozta. Dr. Bödő László 72 esztendős nyugdíjas szakszervezeti titkár és sporttörténész. Aktív politikusként a Város Sportbizottságának elnöke volt, eredményesen kezdeményezte a sportcsarnok felújítását és bővítését, támogatta több hagyományos és új sportág működését, és sokat tett a sportfinanszírozás biztonságának megteremtéséért. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a kitüntetések átadását megelőzően a Pannonhalmán RT Bartók Béla férfikarának előadásában hallhattak két művet, mégpedig Kodály Zoltán Kölcsey Ferenc Huszt című művét, valamint Kodály Zoltán Karádi Nóták című alkotását. Az énekegyüttest Lakner Tamás vezényelte. Tisztelt ünnepi közgyűlés, megkérem Toller László polgármester urat a díszpolgári cím méltatására és a díszpolgári cím átadására. Tisztelt ünnepi közgyűlés, kedves vendégeink! A város díszpolgári címe röviden tényleg annyit jelent,
hogy a város Lisze az a polgár, aki a közösségért a legtöbbet tudja tenni, és legtöbbet teszi, aki maradandót alkot, aki nem elsősorban önmagát, hanem közösségét teszi híressé, és ebből ő kiemelkedik, ebből a közösségből, akkor példáját követve igen sokan igyekeznek megfelelni annak a mércének, amelyet ő személyében, közösségformáló erejében állít. A város díszpolgárait mindig megbecsüli. Sajnos nagyon sokszor, már csak akkor, amikor nem tudja visszaköszönni. Mi, a pécsi közgyűlés minden évben olyan díszpolgárt választunk, aki ezt a várost híressé tette, olyant választunk, aki példakép lehet, és olyant választunk, akinek bizonyítható tettei és maradandó alkotásai vannak. Az általános karakterek mellett tiszteljük a személyiségjegyeket. Ennek jegyében döntött úgy a pécsi közgyűlés, az egyetem volt rektorát, Tóth József urat, a város díszpolgárává nevezi ki. Tóth Józsefnek sajátos karaktere van. Nem csak a közösséget formálja, nem csak utazza a világot és hazahozott tapasztalatát elmeséli, hanem igyekszik az urbánus társadalomra, geográfusként, településföldrajztudósként is úgy hatni, hogy látszódjon rajtunk, ránk is fér. Tóth József az a karakter, akit emberségért nagyon szeretünk. Azért olyan karakter, aki a tanultakat saját otthonában varázslatos módon adaptálja, és aki megtekinti azt az otthont, nem csak az otthon melegét érzi, a feleség törődését és gondosságát, hanem példának is tekinti. A természet, a tudomány és a tudás sok fal közt, nagy mennyiségben mások rendelkezésére is áll. És a volt rektor úrnak legnagyobb erénye az, amit otthon ácsol, azt a közösségben is folytatja. Példaértékű az együttműködés, amit rektorsága idején a pécsi önkormányzattal, a pécsi civil közösségekkel, tudós barátaival kialakított. Valódi híd volt a két autonómia között, valódi partner volt közös dolgaink megoldásában. Megalapozta az egyetem további fejlődését, és volt olyan küzdelme, amely már csak a rektorsága után dőlt el pozitív módon, de 10 évig hajtotta azt, hogy bizony-bizony kell az a humán politika ennek a városnak. És lám, eredményt ért el nyugdíjaztatása után is. Ezzel a következetes küzdelemmel persze a hálás utókkor is segített neki. Rektor úr, köszönjük a munkásságodat! Kérem, legyél olyan aktív tagja a város közösségének, mint eddig. Tudásodat ne őrizd a 4 fal között, hozd meg továbbra is velünk. Szívesen látunk, hallunk és barátkozunk veled. Köszönjük szépen eddigi tevékenységet.
Dr. Tóth József, 65 éves egyetemi tanár, rektor emeritus, az elismert gazdaság, társadalom és településfejlesztési kutató, 6 évig volt a Pécsi Egyetem vezetője. Rektori tevékenysége alatt megújult és újra egységessé vált az első magyar egyetem méltó jogutódja, a Pécsi Tudományegyetem. Megkérem újdonsunk díszporagárunkat, hogy a kitüntetettek nevében mondjon néhány szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt válogatott csapattagok, közvetlen munkatársak, és tisztelt hallgatóim. A polgármester úr mindig az tolul a számra, hogy Laci, hiszen régi a barátságunk. Annyi sok szépet elmondott rólam, hogy nehéz beszélni, de a feladatom igazából ennél összetettebb, hiszen a többiek nevében is szólnom kell. Ez az a veszély, amit igazából úgy próbálok megkerülni, hogy mondok a kötelességemnek eleget téve néhány sztereotíp mondatot. Mást ebben a műfajban alkotni nem igen lehet. Ez a mondat hármas. Az, hogy köszönjük, nem ezért csináltuk, amit tettünk, de nagyon jól esett az elismerés. Még egy mondat talán hozzá, hogy ezután is törekszünk meglévő erőnknek megfelelően szolgálni a várost, szolgálni a közösséget, a kommunitást, és sok sikert kívánunk a minket most elismert városnak. Miután 5 percet kaptam, és van még 3, szeretnék 2 gondolatot csak megérinteni, kifejteni nincs módom. Az egyik a városok zártsága vagy nyitottsága, a tükeség, amire a pécsiek büszkék, legyenek is rá büszkék. De jelent egyfajta zártságot. És ha végignézem a most kitüntetetteket, köztük szép számmal és nagy arányban voltak tükék, de voltak, rossz szóval mondva, jött-mentek is, köztük én is. A város nyitott az elmúlt évtizedekben, és ezt a nyitottságát fokoznia kell. Először a bányászat kapcsán, szép bányászat majd urán, majd az óriási egyetemi felfejlődés, az, ami nyitottá tette a várost, az utóbbi hullámban már az értelmiség számára is. Így kerültünk nagyon sokan ide, Pécsre. Pannónia és Hunnia. Magyarország keleti része, és sorrendben mondom, nyugati része és keleti része. Már Szegfi Gyula írja, hogy más népek élnek Pannóniában, és más népek Hunniában. Hanvas Béla egész szép géniuszokként jellemzi ezeket a sajátosságot, amelyet a népek megtestesítenek. Örülök, hogy Hunnia küldötteként Pannóniában az értékelés szerint és többek társaságában, akik nem pécsiek, nem tükék, maradandót tudtunk alkotni, és az elismerést érte. Köszönjük! A másik dolog az, hogy az ember csavargó, még a polgármester úr is utalt rá, valóban van a házamban egy oszlop az udvaron, amely oszlopból nyilak ágaznak szét a földkerekség majd minden része felé. Ezeken a nyilakon városnevek és távolságok vannak, több ezer kilométeresek, Új-Zélandot érintve 20 000 kilométeres távolság. Fantasztikus dolog. De van egy nyíl, amin a távolság csak 5 kilométer. Az van odaírva, hogy szemeteri,
Sok külföldi vendégem van, az ő kedvükért fordítottam angolra a szót, tehát temető. Tamási Áron írja, mondatja Ábellel, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Valószínűleg nem csak a magam nevében mondom, hanem a kitüntetettek nagy része nevében is, lehet, hogy egész nevében is, hogy számunkra ez a város otthon, és nem cseréljük már föl, hanem az együttünk lesz, azt megtesszük azzal az érzéssel, hogy becsülettel szolgáltuk otthonunkat. Azt hiszem a többiek nevében is joggal mondhatom. 5 percem letelvén lehet egy picit több is. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm Tóth József megrendítő és veretes szavait, és engedjék meg, hogy ezúttal még egy ünnepi aktust megejtsünk. Pécs városa szobrot ajándékoz Tuzla városának, és ennek az ajándékozásnak szeretnénk most a jelképes metódusát itt megtenni, hiszen a valódi szoborállítás az nyilván a helyszínen Tuzlában fog megtörténni. Ezért én megkérem polgármester urat, valamint Bencsik István Kossuth Díjas szobrászművészt, aki a Genezis 2 című alkotását készítette el Tuzla város számára, és dr. professzor Izudin Kapetánovic Bosznia-Hercegovina volt miniszterelnökének, a Tuzlai Egyetem jelenlegi rektorát, hogy legyenek szívesek a színpadra fáradni, hogy jelképesen megtehessük a szobor átadást. Oklevél. Pécs megyei jogováros önkormányzata Bencsik István Kossuth Díjas szobrászművésznek, a Pécsi Tudományegyetem professzor emeritusának közadakozásból létrejött Genezis 2 című alkotását ünnepélyesen átadja Tuzla város önkormányzatának, a két város barátságának, együttműködésének szimbólumaként. Kérem, fogadják szeretettel. Gospodine gradonačelniče Toler, polgármester úr, predsjednice parlamenta Republike Mađarske, gospođo Cili, tisztelt Cili Katalin elnök asszony, a magyar parlament elnöke, gradonačelniče gradova iz Mađarske, danas ovdje gosti prisutni, tisztelt alpolgármesterek, jegyző asszony, excelencie, excelenciás hölgyek és urak, rektori, rektorok, dame i gospod, hölgyeim és uraim, teško je danas govoriti, primajući ovo veliko priznanje. Nagyon nehéz nekem megszólalni, nagyon megható és bensőséges ünnepség után. Jednostavno mogu samo reći prijateljima u Pečuhu veliko hvala. Talán nem is kellene és haszontalan lenne is bármit mondanom a köszönet szón kívül. A donosim vam pozdrave od grada Tuzle. Azonban kérem, engedjék meg, hogy nagy tisztelettel átadjam Bosznia-Hercegovina és Tuzla város. Od studenata i nastavnika univerziteta u Tuzli. Tuzla város üdvözletét és a Tuzlai Egyetem üdvözletét önöknek, valamennyüknek. Csudno je, kako su geografi graditelji. Nagyon érdekes és nagyon furcsa is egyben, hogy az előbb említett földrajzosok, földrajztudósok, egyben építők is, a jövő építői. Kako je professzor Tot
Geograf. Ilyen építő ember, ilyen építő Tóth József földrajztudós is. Gradio uz veliku obavezu jedan od najstarijih univerziteta Európi. Az ő építő szándéka elsősorban a mi kapcsolatunkban látszódik meg. A Gradio i Mostove, među ljudima, među narodima. Ez az építő tevékenysége most nem kifejezetten és nem elsősorban a földrajztudományok területén, hanem a hídépítés, az átvitt értelemben vett hídépítés területén mutatkozik meg. Jedan od najvećih i možda najdužih mostova izgradio između grada Pečuha i grada Tuzle preko našeg nama zajednički dragog i prijateljskog Osijeka. Ő és rajta keresztül az egyetem, illetve Pécs városa egy olyan hidat, talán számunkra a leghosszabb hidat építette fel, amely a mi jövőnk szempontjából, de hisszük és reméljük, hogy az önök szempontjából is kiemelten fontos. Možda nismo ni svjesni koliko će preko toga mosta proći novih mladih naraštaja. Talán még nem is vagyunk pontosan tudatában annak, hogy ezen a nagyon hosszú hídon milyen sok fiatal szellem fog majd közlekedni. Koliko će se novih mladih ljudi upoznati? Talán nem is vagyunk tudatában most még annak, hogy milyen sok fiatal lélek fog itt találkozni. I koliko će stvoriti novih vrijednosti. És talán nem is vagyunk tudatában annak, hogy milyen új értékeket és normákat hozunk létre. Hvala vam, profesore Tot, da ste nam dugo živi i zdravi. Köszönöm Tóth József úrnak, köszönöm az egyetemnek és köszönöm a városnak. Govor gradonačelnika Tolera nije me ostavio ravnodušnim, kao vjerujem ni vas ovdje prisutne. Egészen bizonyos vagyok benne, hogy a polgármester úr beszéde valamennyiüket így engem is mélyen meghatott. S takvom ljubavljom, entuziazmom, vízjom, koji me govori o Pečuhu, ona ne ostavlja jednostavno nas ravnodušni. Ilyen nagy szeretettel, empátiával, ilyen nagy megértéssel és ilyen nagy hozzáértéssel régen hallottam embert beszélni a saját városáról. Osobno impresioniralo, da je nekoliko puta u svom govoru spomenuo univerzitetu Pecsu. Nagyon fontos volt és nagyon megható is volt számomra, mint egykori politikai tisztségviselő és jelenlegi rektor számára, hogy milyen nagy odaadással és milyen nagy fontossággal beszélt az egyetemről akkor, amikor a városáról beszélt. Očito je da se radi o čovjeku koji zna da promišlja o budućnosti, čovjeku koji ima vizije, jer u svom sastavu, u svom gradu ima nešto što je najvrednije, to je univerzitet. Ebből egészen bizonyosan azt tűnik ki, hogy ez az ember, ez a város pontosan tudja, hogy mit jelent számára, mit jelent a régió, és ha jól értelmeztem, akkor ők szélesebb régióban gondolkoznak, mit jelent a szélesebb régió számára az egyetem. Vjerujem, da će zajedno sa rektorom, profesorom Lorencom, nastaviti da tu viziju širi i da još više jača univerzitetu Pecsu. Hiszem azt, hogy a polgármester úr, a volt rektor és az egyetem jelenlegi rektorával egyetembe tovább építjük ezt az eddig 5 évre visszatekintő Pécs és Tuzla város közötti kapcsolatot. Ono što želim istaći je to da ovdje sa ovoga mjesta želim u ime građana Tuzle, studenata, dati snažnu podršku kandidaturi Pečuha za Evropski centar kulture 2010. godine. Kérem, engedjék meg legvégül, hogy megköszönjem, illetve teljes támogatásunkról biztosítsam mind az ország, mind annak a városnak a nevében, Bosznia-Hercegovina és Tuzla város nevében az önök pályázatát, amely reményeink és hitünk szerint nyertes lesz majd, és 2010-ben, mint Európa kulturális fővárosaként köszönhetjük önöket. Zašto? Miért fontos ez számunkra is? Zato, što to Pečuh zaslužuje. Leginkább azért, mert hisszük azt, hogy barátaink, a Pécs város ezt megérdemli. A multietnicitása miatt, az érték és normarendje miatt. A barátsága miatt, a nyitott szelleme miatt. Az egyetemisták, sajátos lelkülete miatt. Zbog ovog vodstva koje silno želi da postane Európski kulturni centar. És természetesen a város vezetése miatt, aki mélyen hiszi és mélyen akarja, hogy Pécs városa elnyerje ezt a nagyon fontos és megtisztelő címet. A zašto mi dajemo podršku? És miért adjuk mi a támogatásunkat mindehez önöknek? Zato što su Tuzla i Pečuh toliko slični da predstavlju jedan lik u zrcalu, u gledalu. Azért, mert Pécs és Tuzla bizonyos szempontból nagyon hasonlóak egymáshoz. Ha tükörben nézünk, akkor sok hasonlóságot vélünk felfedezni. Prema tome, kad Pečuh postane kulturni centar Európe, samim tim će našim osjećajima to postati Tuzla. Mi hisszük azt,
mint ahogy az előbb mondottam, Pécs városa 2010-ben Európa kulturális fővárosa lesz. Ezzel együtt az is, ez azt is jelenti egyben, hogy Európa kulturális központja lesz. Nekünk ez éppen elég, hiszen mi az önök testvér és baráti városa vagyunk. Pored toga što je Pécs u našim srcima, u našim mislima u Tuzli. Pécs városa a mi szívünkben, a mi lelkünkben és a mi szellemünkben is él. Ova skulptura umjetnika Istvana Benčika će nas stalno posjećati na vas. Ez a kiváló alkotás, Benčik István művész úr kiváló alkotása minden pillanatban emlékeztetni fog minket, Bosznia-Hercegovinában lakó valamennyi polgárát, hogy mivel tartozunk önöknek. Cijenom umjetniku, gradonačelniku, művész úr, polgármester úr, hölgyek és uraim, hvala, köszönöm még egyszer. Da ste nam živi i zdravi. Legyenek boldogak és egészségesek. I da se vidimo ponovo, ako Bog da, u Európskom centrum kultúre Pecsúhu 2010-ben. És ilyen nagy számban egészen biztos vagyok benne, hogy 2010-ben találkozunk itt önöknél. Hölgyeim és uraim, tisztelt ünnepi közgyűlés! Befejezésül kérem hallgassák meg Erkel Ferenc Bánkbán című operájából a Hazám Hazám című áriát. Előadja Györfi István, a Pécsi Nemzeti Színház magánénekese. Zongorán kísér Horváth Judit. Hölgyeim és uraim, kívánok önöknek a nap folyamán további szép ünnepet, és engedjék meg, hogy sok szeretettel erről a helyről is invitáljam önöket este ugyanerre a helyre, este 7 órakor a Pannon Filharmonikusok ünnepi koncertjére. Most tehát következzék Györfi István. Tisztelt ünnepi közgyűlés, hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy mielőtt ünnepi közgyűlésünk véget ér, megköszönjem a Pécsi Nemzeti Színháznak a vendéglátást, és meginvitáljam önöket a Palatinus szálló Bartók termében egy fogadásra.
kedves nézőink, az önkormányzat képviselőtestületének a Városnapja alkalmából szervezett ünnepi közgyűlését láthatták. Most munkatársai nevében megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!